Török gyerek megvágja, magyar gyerek nem bánja, költhetnénk át ezt a régi mondókát. Azért fontos kiemelni ezt a két nemzetet, hiszen mind a két esetben kamatvágások szele fúj felénk. A törököknél felmerült az, hogy a KED 9 órás inflációs adat, ha jóval alatta marad az előző hónapinak, tehát a 8,2%-os infláció helyett mondjuk legalább 7,2%-ra csökken az inflációs ráta, akkor szerdán rendkívüli kamat döntő ülést hív össze a jegybank, és ezen további kamat csökken a 7,75%-os alapkamathoz viszonyítva. Mindez egy újabb gyengülést hozhat a török lírában, ami a dollárral szemben már napok óta a történelmi mélypont környékén mozog, míg az euró-török líra viszont visszajött az elmúlt hónapokban látott mélypontokról. Szintén érdekesség, hogy a Magyar Nemzeti Bank részéről a tegnapi lámfalusi konferencián két nagyon fontos impulzus hangzott el, mint Matolcsy György, mint Plessinger Gyula jelezte, hogy a márciusi inflációs jelentés tükrében esetleg nálunk is jöhet egy kamatcsökkentés. Miért fontos ez? Emlékezzünk vissza, tavaly a jegybank azt mondta a 2,1%-a csökkentett alapkamat után, hogy 2015 végéig marad ez az alapkamat. A mostani impulzus egybevág a múlt keddi kamatdöntés után elhangzottakkal, tehát azt jelenti, hogy a jegybank óvatosan tolódik afelé, hogy felkészítse a befektetőket egy esetleges kamatcsökkentésre, és majd, amikor esetleg a deflációs folyamatok indokolják, egy további kamatvágással segíti a hazai gazdaságot. Erre leghamarabb márciusban kerülhet sor, de könnyedén átcsúszhat az áprilisra, májusra. Miközben a forint kereskedésében azt látjuk, hogy ez már érdemben nem okozott gyengülést, nagyon sokan készültek fel arra a múlt keddi bejelentés után, hogy egy ilyen jellegű lépés jöhet. Mindezt tehát leginkább az állampapírpiacon okozott ramazulit, de a forint esetében nem gyengült olyan mértékben, mint azt mondjuk várhattuk volna a piacon.